Pannonhalma és szlovákiai testvértelepülése Alsószeli község közös pályázatot nyújtott be, melynek eredményeképpen két hete a szlovákiai községben, múlt szerdán pedig Pannonhalmán adták át a közösségi kemencét. Alsószelivel való testvérárosi kapcsolatunknak gyökerei a legrégebbiek. A hivatalos partnerség megkötése előtt ugyanis már hosszú évek óta baráti kapcsolatot ápoltunk egymással, mely főleg a sportrendezvényekre korlátozódott, ám 2005-ben azonban hivatalos keretek között is fogadalmat tettünk egymásnak, és rögzítettük a célkitűzéseinket a partnerséget illetően. A most megvalósult közös munkánk a gasztronómia tudománya és művészete körül épül fel. A gasztronómia kiváló lehetőség arra, hogy összehozza az embereket. Közös étkezések egy család életében is fontosak, jelentőséget bírnak, de így van ez a baráti társaságok, üzleti partnerek és más közösségek életében is. Nagyszerű bizonyíték erre Alsószeli kemence átadása is, amely során körülbelül 50 pannonhalmi utazott augusztus elején a felvidéki településre. A testvértelepülés polgármestere elmondta, nagy öröm, hogy az együttműködés egyre nagyobb méreteket ölt Alsószeli és Pannonhalma között. Az évente ismétlődő alkalmak jelentik azokat a láthatatlan gyökereket, melyek a pannonhalmi és alsószeli földbe jó beágyazódva nem engedik elszárazni ezt az együttműködést. Azóta nagyon sok év telt el. Alsószeli és Pannonhalma lakosai nagyon sok élménnyel gazdagodtak, a mai napig nagyon szép és szoros kapcsolatok szövődtek lakosaink közt. Külön öröm számomra, hogy a két településen épített kemencék a mai tanfolyamokkal és a holnapi Nemzetközi Kemencefesztivállal a szlovák-magyar kisprojekt alap pályázatok keretén belül még tovább erősítik ezt az együttműködést. Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte, öröm olyan programon részt venni, amely a Duna két partján lévő településeket köti össze. Nagyon bízom benne, hogy nem csak itt Pannonhalmán, hanem a térségünk környező településein, ahol tudom, hogy számos közös kapcsolódási pont, testvértelepülési pont van a Duna két oldala mellett élő magyar közösségeknek, falvaknak, városoknak, hogy ezek erősödnek, és nagyon nagyszerű dolognak tartom, hogy engeni barátaik, a település engeni barátai is itt vannak, és nem találunk már olyan közös ünnepet, ahol ne ünnepelnének velünk, ezt igen nagy dolognak tartom, és hálás vagyok az engeni barátainknak is. A közösségi kemencét Lőrinc atya áldotta meg. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. A program lepénysütő és réteshúzó tanfolyamban folytatódott az átadó ünnepség napján. Augusztus 20-án a Határtalan Kemencék Fesztiválján folytatódott a tanfolyam, ami kézműves foglalkozással és kézműves vásárral egészült ki Magyarország születésnapján.